Akár már a jövő héten dönthet a mezőhegyesi ménes birtok ügyében a kormány, ami egy állami tulajdonban lévő vállalkozás lesz, mondta kérdésre válaszolva ma Lázár János a parlamentben. Mi lesz Mezőhegyessel címmel Gőgös Zoltán MSZP-s képviselő interpellációs kérdésére válaszolt a parlament mai ülésnapján Lázár János országgyűlési képviselő, miniszterelnökséget vezető miniszter. Az a meggyőződésünk, hogy ez egy összkormányzati ügy, annyiban mindenféleképpen, hogy mindaddig, amíg egy új mezőgazdasági vállalkozás újraalapítására sor nem kerül, az új vállalkozás megalapítása, az új működési feltételek összerendezése és kialakítása több tárca munkáját is illeti, több tárca munkáját is érinti, ezért bízott meg azzal a miniszterelnök úr, hogy ezt hangoljuk össze. A terveink elsősorban arra vonatkoznak, hogy újjá kell alapítani a mezőhegyesi koronabirtokot, a mezőhegyesi állami birtokot. Abban látjuk a megoldást Mezőhegyes város társadalmi problémáira, az ottani agrárium fejlődésére, hogyha Farkas Sándor képviselőtársam megbecsülésnek örvendő agrárszakember javaslata alapján a kormány rövid időn belül dönt, és újra alapítja a mezőgazdasági mezőegyesi ménesbirtokot, a mezőegyesi mezőgazdasági állami vállalkozást, ami meggyőződésem szerint egy állami tulajdonban lévő vállalkozás lesz, amelynek szinergiában együtt kell működnie, egy csoportba kell tartoznia. A leendő mintabirtokot úgy alakítanák ki, hogy képes legyen a foglalkoztatást továbbvinni. Farkas Sándor országgyűlési képviselő ezirányú előterjesztése akár már a jövő heti kormányülésen napirendre kerülhet.